még szoktam azt, nem csak megütöm, hanem kicsit föltolom. Pum! Pum! Azt vettem észre a küzdősportok világában, hogy, hogy nagy a széthúzás, nagy a klikkesedés, és a Ronin az alapvetően a japán kultúrában egy olyan szamuráj, aki gazdátlan, nem hallgat senkire. Nincs egy felettes főnök, aki megmondja, hogy, hogy ide jársz, ide nem jársz. De bárki jöhet igazából, azért lett Ronin, mert ez mindenkinek a gyűjtő tégely lehet. De akad közül egy-két olyan is, aki versenyzői babérokra akar törni. Van, aki fogyni akar, van, aki csak erősödni, van, aki versenyezni szeretne, esetleg önvédelmet tanulni. Nagyon vegyes a gárda, aki lelátogat. A legfiatalabb tanulók az 5-6 éves. Szerintem egy 6 éves kor minimum kell, hogy értelmileg ott legyen, hogy nagyjából meg tudjon jegyezni dolgokat. De a legidősebb tanulók is 65 éves, szóval azt mondanám, hogy ilyen 65-70-ig akár 5-6 éves kortól lehet csinálni teljes biztonságban. A Roninban többféle edzésre tudtok jelentkezni, van külön gyerekedzés, az inkább állóharcot akar, van felnőtt edzés versenyzőknek, ott inkább a bunyóra koncentrálunk, van crossfight edzés, az vegyesen fizikai edzés, meg kicsi önvédelem, igazából bogság technikák, ütésrúgások hasonló, és van grappling MMA edzés, és ott inkább a földharc dominál.